I got that flow that'll make you jump. I got those beats that'll make you stomp. When my sounds ring out, it'll keep you pumped. Keep the music banging loud through the crowd, through the trunk. We hang, we bang loud. How do people like, well, we ready to rip shows. Give people just what they want. We stay just throwing bows. We keeping the place crunk. Remember, that's how it goes. We about to just tear it up. Szeretettel köszöntjük a nézőket, és itt vagyunk a Grandance Hip Hop tánc és mozgás stúdiónak az egyik termében, hiszen beszélgetünk itt a felvétel előtt, hogy nem csak hip hop táncok vannak, hanem úgynevezett modern táncok. Mit jelent ez, hogy modern tánc? Mire kell ez alatt gondolni? Hát ezt jobban egyébként Kriszti tudná megmondani, mivel hogy ő a szakirány és a szakma vezetője is, ő tanulta ezt, de inkább ezek a balettos mozdulatok, a modern, ő viszi, viszont én a hip-hop szakosztálynak a vezetője vagyok, az én keményebb tánc, keményebb, csajosabb, ugye próbálunk minél jobban odafigyelni mindenre. Hát igazából ennyi. Akkor igazából mondani. A zenei stílus is az határozza talán meg, de a maga az elemek, a mozdulatok, mind a kettőnél megvannak azok az erőelemek, amik a stílusra jellemzőek, és alapvetően a zene választja akkor külön ketté, ha jól gondolom. Így van, meg és a mozdulatok is, bár a hip-hop is amúgy a balettre épül fel, úgyhogy azt szokták mondani, hogy a hip-hopnak az alapja a balett, viszont a legjobb hip-hop táncosok a néptáncosokból lesznek. Mióta kezdődött el neked a hip-hop szenvedélyed, mióta vagy tánctanár és hol tanultad? Hát elég régóta, én 2000-ben kezdtem egy művészeti általános iskolába, és ott iratkoztam be egy helyi tánciskolába. Most már régen a T-Dance volt, most már a Limited Dance Academy, és ott kezdtem. Ott szerettem meg a hip-hop táncoktatóit. Egyre jobban fejlődtünk, ugye teltek az évek. Jött egy lehetőség 2012-ben talán, hogy lehet tanársegédnek jelentkezni, segíteni. Én eltem a lehetőséggel, ugye mert szeretem a gyerekeket, és elkezdtem járni órákra. Aztán mondták, hogy természetesen lehet tanítani, csak megfelelő képzettség mellett, és Pesten beiratkoztam egy hip-hop táncoktatói tanfolyamra, amit sikeresen elvégeztem, és 2014-ben elkezdtem tanítani. Úgyhogy azóta tanítok. Azt szeretném megkérdezni, hogyha valaki ugye érdeklődik így az iskola iránt, és hallottuk ugye, hogy gyerekeket is fogadsz, illetve fogadtok, fontos azt tudni, hogy ez a hip-hop, ugye hallunk róla, meg látjuk a tévében, ugye nagyon divatos ez a tánc, de pontosan mit akar ez a hip-hop, tehát milyen elemekből épül fel, mire kell számítani, ha valaki eljön az első órára, tehát hogyha ebben tudnál segíteni a nézőknek. Hát alapoktól kezdünk természetesen, először megtanuljuk meg a jobb kéz, jobb láb, bal láb, és ezt építjük. A hip-hop táncnak nagyon sok stílusa van, girly, akkor van a break, és csajos tánc, fiús tánc, és ezeket próbáljuk kombinálni. Tehát itt az előbb láttunk gyerekeket, akik mutatták, amit tudnak, produkciót. Na most mondd meg nekem kérlek azt, hogy hány éves kortól lehet hozzátok jelentkezni, és mi az a korosztály egyáltalán, ha van ilyen, akiket már el lehet kezdeni táncra nevelni, vagy tanítani? 4 éves korosztálytól lehet hozzánk jelentkezni, ők voltak a manók, egészen, hát korhatár nincsen nálunk, bár szülők is jöhetnek, nagyszülők, bárkit fogadunk, őket sok szeretettel várjuk. Hát kicsit provokatív lesz a kérdés, mert érintett vagyok, de vannak idősebb tanítványaid is esetleg? Igen, vannak, senior csoportom is van, és nagyon sikeresek, hál' Istennek, ők már versenyeznek is, több nemzetközi versenyt is megnyertek, úgyhogy büszke vagyok rájuk. Mennyi idő felkészíteni általában egy 4 éves korosztályt arra, hogy egy 3-4 perces számot le tudjon táncolni, vagy egyáltalán ez így működik, hogy beállítjátok náluk azt, hogy hány percet egyáltalán, amit képesek megtanulni? 2 perc, 2:33, így szokott lenni általában. Nálunk évvégén van egy évzáró nagy gálaműsor, ott szokták előadni, amit az éven tanulnak, és ott mutatják meg a szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak, hogy mi az, ahová fejlődtek szeptembertől egészen júniusig. Mennyi idő nekik kialakítani, mármint, hogy megtanítani egy koreográfiát ilyen kis csoportnak? Szerintem 1/2 év, mire még nagyon manóknak több természetesen, mire felfogják, ugye játékos órát tartunk nekik, és ezáltal több, de próbálunk minél jobban haladni. A nagyobbaknál ott már 3-4 hónap alatt összeteszünk egy versenytáncot, hogy gyakorolni kelljen már csak versenyre. Valakinél kevesebb is, ugye a nagyobb versenyeseknél. Ott van előfordul, mikor nagyon sietünk, hogy 2 hónap alatt is összetesszük.
de általában ilyen fél év, ami azt mondom, hogy jó lenne. Tehát akkor elég hosszú időket megtanítani, nem olyan egyszerű ez. Igen, és hát ahogy beszélgettetek, eszembe jutott, hogy ha valaki elhozza ide a gyerkőcét, akkor ugye ezzel a sporttal, mozgásformával megismerkedik, a koncentrációját tudja javítani, egy picit az erőnléti állapotát, és nem tudom, itt, hogy láttunk, ahogy itt foglalkoztál a kicsikkel, de ha egyáltalán nem lenne problémád a fegyelmezésed. Tehát hallgatnak rád a gyerekek az edzések alatt? A Manuknál kicsit nehezebb volt ezt kivívni, így van, de hallgatnak, hál' Istennek, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Azt szokták mondani, hogy nagy gyerek, nagy gond, ez így van, mert a nagyobbaknál egyébként kicsit macerásabb a dolog, nem azt mondom, hogy nem figyelnek, csak ott már barát, barátnő, ha szakítottam, úristen, nem jövök órára, de egyébként nincsen velük gond, szóval lehet őket fegyelmezni. Hány csoportot tanítasz most per pillanat táncolni? Per pillanat 5-öt. Manuktól egészen a szeniorkorig. Milyen versenyeken vettetek eddig részt? Mi volt a legnagyobb eredmény, és mi a jövőbeni célotok? Magyar Látványtánc Sport Szövetségnek a versenyén voltunk, három csoporttal is. Juniorban voltunk, felnőttben és szenior korosztályban. Juniorban országos harmadik helyezés, felnőtt korosztályban országos harmadik helyezés úgy szintén, szeniorban viszont világbajnokságot nyertek kétszer is, úgyhogy... Bocsánat, hol volt megrendezve a világbajnokság? Tavalyi év azt hiszem Szlovákiában, Lévában, ha jól emlékszem, a mostani pedig Budapesten volt. És szerinted mi a titka annak, hogy valaki ilyen sikereket érjen el a hip-hop táncba, mi kell hozzá? Én úgy gondolom, hogy a csoportnak az összetartása. Hogyha van egy jó csoportom, egy jó alapanyagot össze tudok tenni nekik, és így egy jó közösségben jó táncot össze tudunk hozni. Hát nyilván az, hogy járjanak edzésre rendesen, igaz? Nagyon fontos. Fontos lenne. De ezzel nincsen gond. Hát akkor azt gondolom, hogy itt a helyünk, úgyhogy mindenkit invitálunk arra, hogy jöjjön el, próbálja ki, kortól függetlenül bátran bele lehet vágni, és akár senior korosztályban is lehet ilyen nagy sikereket elérni, úgyhogy akkor Olá Petrához is ide a Grand Dance tánc és mozgás stúdióba lehet jelentkezni. Köszönjük szépen! Köszönöm. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Üdvözlöm a kedves nézőket, itt vagyunk a Bükszentkereszti gombanapokon, mely 14-ére sikerült megrendezni, egy hatalmas nagy volumenű rendezvény, és mellettem pedig Palla Melinda, az egyik műsorszervező áll. Kérlek Melinda, mesélj nekünk a gombanapokról, hogy hogyan is kezdődött, hogyan is indult útjára maga a fesztivál. Hát erről én is csak ilyen szájhagyományok útján tudok, vagy szájhagyományokra tudok támaszkodni, ugyanis én körülbelül ezt 5. éve szervezem ezt a rendezvényt. De előtte, hogyha jól hallottam, akkor ez igazából egy ilyen baráti kis fűzögetésnek indult még annó a Borostyán étteremnek az udvarán, és gyakorlatilag onnan nőtte ki magát a rendezvény. Hát ahogy mondod, meglehetősen nagy volumenűvé, ahhoz képest, hogy ugye viszonylag egy kis településről van szó, azt gondolom, hogy ez egy nagy eredmény, hogy ilyenkor évente, hát legalább egyszer-kétszer ilyen rendezvények alkalmával, de több ezer embert sikerül ide felvonzani, vagy bevonzani a rendezvényünkre. Hány napos rendezvényről beszélünk egyébként? Ez egy kétnapos rendezvény. Ugye emellett egyébként több rendezvény is van Bükszentkeresztnek, hiszen már gyakorlatilag így az országos szinten is azt gondolom, hogy egy egészségcentrumként tartják számon, de ez az egyik húzó rendezvény, azt gondolom így a gyógynövénynapok mellett. És hát nagyon örülünk annak, hogy most már azt hiszem 8. alkalommal vagyunk jelen a Bükszentkereszti gombanapokon az Életfa program képviseletében, és hát ugye Melinda a kezdetektől fogva itt volt, és ugye ő gondozta ezt a rendezvényt, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy már várnak minket vissza erre a rendezvényre, tehát olyan visszatérő látogatók vannak, akik nem csak a rendezvényre érkeznek, hanem magára az Életfa programra is kíváncsiak, valamilyen problémával, kérdéssel érkeznek hozzánk, és hát én azt gondolom, hogy ez a közös sikerünk is, és bízom benne, hogy a jövőben egyre több ilyen közös sikert meg tudunk majd élni. Én azt hiszem, hogy nem csak a természet szeretőket vonza ez a rendezvény, nem csak a gombás ételeket
kedvelőket vonza ez a rendezvény, hanem azokat is, akik mondjuk szeretnének egy jót kirándulni, kikapcsolódni, jó levegőn lenni, nagyon sokan gyerekeket, gyerkőcöket kihoznak, tehát egy teljes családi programot tud adni. Ez igazából nem csak árusokból, hanem különböző szolgáltatókból is álló kiállítókat bemutató rendezvénysorozat, és hát az is mondom, hogy rendezvénysorozat, mert ugye nem csak a gombanapok, amik itt megrendezésre kerülnek, hanem voltak itt kemencés napok is, vannak gyógynövénynapok is, és hát ha jól tudom, akkor Gyuri bácsit, a Bükki füvesembert is hallhatjuk majd ezen a gombanapok rendezvényen. Ha már műsorvezetőként, műsorszervezőként vagy jelen, mivel tudod mindig újabbá és újabbá tenni magát ezt a rendezvényt? Hát ugye, mint említettem, ez egy igen pici volumenű rendezvényként nőtte ki magát, olyanra, amilyen most gyakorlatilag láthatunk, és ahogy például ugye Gyula is említette, hogy azért néhány éve ők is bekapcsolódtak ide ebbe a rendezvénybe, úgyhogy fokozatosan nő a partnereink száma, a szolgáltatók száma, és hát nyilván ugye ez a programoktól is függ, mert hogy nem csak egy gasztró rendezvényről beszélhetünk, hanem ez azt gondolom, hogy attól egy picit, vagy talán inkább sokkal több attól, hiszen van egy kulturális vonulata is ennek, úgyhogy egyébként gyakorlatilag a rendezvény struktúrája nagyjából úgy néz ki, hogy szombaton inkább a felnőtteknek szoktunk kedvezni, ugye akkor koncertekkel várjuk az érdeklődőket, akkor van a főzőverseny, úgyhogy különféle gombás ételeket lehet ilyenkor kóstolni, és nyilván este pedig egy nagyobb koncerttel zárunk, és vasárnap pedig mindig gyereknap, családi nap, ahogy azt Gyula is említette, akkor meg főként a kicsiknek kedvezünk, úgyhogy ilyenkor mindenféle játszó parkkal találkozhatnak. Most például lesz cirkussó, kutyás-szarvas gomba kereső verseny, hogy azért ugye már a piciket is szocializáljuk így a gomba szeretetére és az erdő szeretetére, hiszen azért ennek a rendezvénynek van egy ilyen üzenete is, hogy védjük a környezetünket, ismerjük meg, hogy hol és miben élünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindig egy kicsit ilyen kényes téma a gyerekeknél, a zöldség, gyümölcs, de ez egy olyan rendezvény, ami alkalmat ad arra, hogy ők is megkedveljék ezeket, és hogyha már együtt szedik le azt a gombát, és együtt sütik meg a családdal, azt gondolom, hogy ők is nagyobb kedvet kapnak hozzá, és hát ugye itt már akkor a kutyákkal is próbáljuk őket egy kicsit bevonzani, hiszen a szarvasgomba az majd nagy üzletág manapság itt Magyarországon, de emellett pedig azért a kicsik is azt gondolom, hogy jól érezhetik magukat rajta, hogy kutyusokat simogathatnak, és hát idén sikerült elhívnunk a Csodamalom Bábszínházat is, úgyhogy ők Süsű a sárkánnyal fogják zárni itt a kétnapos rendezvényt, és bocsánat, majdnem elfelejtettem, de hát idén egy cirkusszóval is készültünk, úgyhogy azt gondolom, hogy még vasárnap is érdemes felnézni ide hozzánk. Egyébként még egy kérdésem lenne, hogy Bükkszentkereszten milyen gombafajokkal ismerkedhetünk meg? Hát egyébként én nem vagyok szakértő, én csak azokat a gombákat ismerem, amit megeszek, úgyhogy azokat szoktam én is szedni. Itt ebben az időben most rengeteg Szent Mihályi gombát találtak, őzlábat, pöffeteget, és idén életemben először óriás pöffeteget is találtam, úgyhogy bocsánat, hogy ezt megosztam, de ez egy óriási élmény volt számomra. És hát nyilván ilyenkor már ugye a pereszke is van, csiperke, és szegfűgombát is találtunk még néhány hete, úgyhogy itt a Bükk egyébként meglehetősen gazdag, azt gondolom itt a gombákban, úgyhogy nem csak gombanap alkalmával, hanem gombanapokon kívül is érdemes azért egy napot rászánni a gombázásra. És azon gondolkoztam, miközben hallgattalak benneteket, hogy azt meg tudnád fogalmazni, hogy vajon mit szeretnek az emberek, az ide látogatók a gombanapokban? Mitől sikeres szerinted? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy maga a témája is érdekes, tehát az, hogy gomba, ugye ez viszonylag kevés helyen van gombafesztivál, már csak az adottságok miatt is, tehát nyilván ez egy jó húzónév. Másrészt pedig, ahogy említettem, ezzel a kulturális oldalal is azt gondolom, hogy erősítjük egy kicsit ezt a gasztrovonulatot. Tehát gyakorlatilag így ez a mix adja a lényét és lényegét. Na meg hát ne is beszéljünk arról, hogy Bükkszentkereszt, tehát azt gondolom, hogy aki igen, tehát aki itt megfordult, az azt gondolom, hogy vissza is fog térni, mert annyira jó hangulata van ennek a falunak, egyszerűen vendégszeretőek az emberek. Én őszintén megmondom, hogy egyébként miskolci vagyok, de hogy a mai napig is bármikor nagyon szívesen jövök Bükkszentkeresztre, és azt gondolom, hogy ezt elfogultság nélkül is mondhatom, hogy ez egy zseniális kis hely. Gratulálunk az eddigi szervezéshez, és további sok sikert kívánunk neked továbbiakban. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és várunk mindenkit szeretettel! Köszönjük! He will.
Mikor alakult meg a Grand Dance tánc és mozgástúdió? 2012. februárjában alakultunk. Először egy kis helységben béreltünk egy termet, és kettő darab csoporttal működtünk. Aztán ez a 6 év elteltével felfejlődött, és most már közel 10-12 csoportunk is van. Külső helyszíneken is tartunk oktatásokat, akár a klasszikus balett alapokat, akár táncerőkészítő gimnasztikát, esztétikus gimnasztikát, illetve a hip-hop vonal az, ami még fővonalként nálunk működik. Beszélgetünk itt a másik tanárról, ugye Zolán Petrával, és hát arra a konszenzusra jutottunk, hogy itt azért minden táncnak az alapja való a balett és a népi tánc gyökereinél kezdődik. Tehát mondhatjuk azt, hogy jó választás, ha valaki mondjuk itt nálatok kezd el a tánccal ismerkedni, és mondjuk a balettot kezdi el tanulni, onnantól nagyon sokféle dologba kipróbálja magát majd sikeresen. Így van, egészen 3 éves kortól várjuk a gyerekeket, nekik gyermektáncot oktatunk heti 1 órában, ami már megalapozza azt, hogy esetleg 4 éves korban eldöntetik, hogy választ a klasszikus balett alapokat, illetve a táncelőkészítő gimnasztikát, vagy a hip-hop vonalat, ami szintén képviseli azért az ő korosztályukban még az alap balettképzést. És aztán utána lehet tovább szakosodni, és lehet dönteni, hogy klasszikus balett vonalon, modern tánc vonalon, vagy hip-hop vonalon folytatják tovább a képzést. Egyébként ezt lehet már látni a gyerekeken, tehát mikor te elkezded őket tanítani, és lemegy mondjuk 1 év, 1,5 év, ezt lehet rajtuk látni, mondjuk a mozgásukon, a stílusukon, hogy esetleg mi az, amit érdemes utána választaniuk? Igen, folyamatosan kommunikálunk a szülőkkel egyébként. Általában 1/2 évente tartunk egy bemutató órát. Első 1/2 évben mindig így termen belül, hogy azért lássák a szülők, hogy mivel foglalkoznak a gyerekek, meg mit történik itt az ajtókon, vagy a zárt ajtókon belül. És a második 1/2 évben mindig egy nagy színházteremben tartunk egy tanévzáró táncgálát, ahol viszont minden stílust láthatnak a szülők, és nyugodtan dönthetnek következő tanévből, hogy melyik az a stílus irányzat, ami esetleg megtetszik a gyerekeknek, illetve mi is szoktunk ajánlani nekik, hogy mi, mint pedagógusok, mit látunk, hogy mi az, ami javasolt inkább a gyermekeknek. És hát, ahogy körbenézünk itt a teremben, hát rengeteg serleget látunk, tehát ez mind az bizonyítja, hogy egy nagyon sikeres táncstúdió vagytok. Melyik díjra, melyik eredményre vagy a legbüszkébb? Hát igazából mindegyikre, hiszen ezt a gyerekek nélkül, illetve a szülők támogatása nélkül nem hozhattuk volna el ezeket a díjakat, úgyhogy én egytől egyig, akármelyik vonalról is legyen szó, modern táncról, kicsikről, nagyokról, hip-hopról, ott is szintén kicsikről, szenioroknról, hiszen nálunk ugye ők is nagyban versenyeznek, és Európa bajnokok, de több csoportunk is, meg szólistánk is van, duóban, trióban és formációban is egyaránt megállják a helyüket a gyerekek, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Hetente hányszor van oktatás? A 3 éves korosztálynak hetente 1-szer, 4 éves kortól viszont hetente 2-szer vannak az órák, illetve még plusz a felkészítő órák ugye a versenyek miatt. És hát ugye, ha valaki úgy dönt, hogy elhozza a gyermekét, és elkezdi mondjuk az első órát, első edzést, mi az, amire fel kell készülnie? Ugye egyáltalán hova tud jönni itt ugye Miskolcon, hol talál meg titeket, vagy milyen internetes felületeken tud jelentkezni, mikor kezdődik a tanév nálatok például, és hogy ugye mit hozzon magával például az első órára, mire kell számítania? Általában szeptemberben indítjuk mi is a tanévet, mint ahogy az iskola rendszerben is működik. Szeptembertől júniusig tartanak az oktatások, viszont az órákra folyamatosan lehet csatlakozni. Tehát nem muszáj csak első 1/2 évbe és második 1/2 évbe, hanem bármelyik alkalommal be lehet jönni. Egy telefonos jelentkezés vagy egy e-mail természetesen azért szükséges, hogy számítsunk arra, hogy és szeretettel várjuk a kedves növendéket. Mindig azt szoktam mondani, hogy kényelmes ruhába jöjjenek a gyermekek, nem kell semmilyen kötelező felszerelés, csak nyilván, hogy kényelmesen is jól érezze magát az órán, amin első körben részt vesz, ami még semmilyen kötelezettséget nem van maga után, az első óra után eldönteti, hogy melyik az a szakirány, amelyik szimpatikus számára. Üdvözlöm a kedves nézőket! Itt áll mellettem Schmidt Ferenc, a INS Hungária Kft. Igazgatóúrja. Kedves Ferenc, mit lehet tudni a mai rendezvényről? Az Édesfa program hanyadjára jutott el magára a gombanapokra? Hát már meg sem bírom számolni az egyik kezemen, hogy hanyadszor vagyunk itt, mind a két kezem kellene hozzá. Ugye a 14. Gomba Fesztivál, vagy Gomba Napok itt Bükszentkereszten, és szerintem már legalább 10 itt voltunk. Mit lehet tudni? Főzőversenyen a maga az Életfa program részt vette, vagy ha nem, akkor esetleg mivel támogatta a rendezvényt?
Volt olyan év, amikor mi csapatot is indítottunk, sőt, még nyertesek is lettünk, bizonyos már nem emlékszem, hogy első vagy második helyen. Most viszont fűszereinkkel támogattuk. Hát itt az önkormányzat csapata, meg még egy másik csapat is kért már tőlünk fűszert, hogy a mi nárin fűszereinket készíthessék el az ételeiket. És melyek voltak ezek a fűszerek? Ezek a fűszerek az, hogy fokhagyma fűszerünk volt, most a tengeri algásó fűszer volt, a náron volt, és ami külön jó, hogy nyertek is. Ez nem semmi, melyik étel volt egyébként, ezt lehet tudni, hogy milyen ételt főztek belőle? Igen, tehát mivel ez gombafesztivál, ilyen gombás ételeket kellett készíteni, és ha jól emlékszem, ilyen galuskával ízesített vagy körített gomba pörkölt volt, tehát nagyon finom volt. Én, mint zsűri tag, ugye részesültem belőle, és isteni finom volt. Magának a gombának a jótékony hatásairól, hogy az Életfa programnak van-e olyan terméke, amiben tartalmaz gombát, tehát lehetünk benne gombát. Van ilyen? Van ilyen termékünk, igen, ezt mi MSA kapszulának mondjuk. Gyakorlatilag ez az étrend kiegészítőknek az egyik fajtája. Ugyanis a gombák, olyan gombák vannak benne, amik rendkívül jó immunerősítő tulajdonságok, sőt még a gombákon kívül egy akai bogyó is benne van. Tehát én azt mondom, hogy általános immunerősítésre kiválóak, sőt, bizonyos betegségek után roborálása is rendkívül jól használhatók. Későbbiekben az Életfa program továbbra is részt fog venni a gombanapokon? Igen, úgy tervezzük, mivel az Életfa program a fő támogatója ennek a gombanapoknak. Én itt a bevezetőben el is mondtam, hogy gyakorlatilag azért vagyunk itt, mert nekünk is a gondolkodásmódunk, a célkitűzésünk ugyanaz, mint amit a szervezőknek. Tehát mi is azt mondjuk, hogy igen, a természetet kell használni, a természet erejét kell használni, és nekünk minden termékünk, sőt a hitvallásunk is ezt sugallja. Ugyanis azt mondjuk, hogy legyen egészség, legyen egy jobb életminőség, meg legyen a magyarságnak, a tradícióknak a képviselete, és ezt a természet köti össze. Köszönöm szépen az interjút! És itt ismételten innen Bükszentkeresztről a gombanapokról jelentkezünk, a magyar Svájcból mondhatom így, hiszen gyönyörű az idő, süt a nap, nagyon jó a levegő, rengetegen vannak itt a gombanapokon, és hát itt áll mellettem Zsigmond Tamásné Judit, az Életfa program képviseletében, szeretettel köszöntünk téged, Judit, hát aki nem semmi teljesítményt hajtott végre, hiszen nem is olyan rég érkezett haza az igazi Svájcból. Judit, hogyan sikerült elérni ezt az eredményt az Életfa programban, melynek eredményeként eljutottál Svájcba, egész pontosan ugye Zárnemben, és megnézheted a Nárin gyár központját. Hogy sikerült ezt elérned? Igen, hát először is ugye másfél éve kerültem kapcsolatba az Életfa programmal, és először a saját családunkban kezdtük el használni. Mikor megismertük a termékeket, ezek a termékek beváltak nálunk, kibővítettük a barátokra, tehát igazából ajánlottam a baráti körnek, munkatársaknak, és emellett nagyon sokszor voltam ilyen kiállításokon, mint most ez a Bükszentkereszti kiállítás is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy ilyen építő munkával tudtam elérni ezt az eredményt, illetve hogy ugye tanultam is, tehát a klub, rendszeres klublátogató is voltam, mivel nekem a szakmám nem ebbe a területbe vág, úgyhogy úgy gondolom, nagyon sok mindent kellett megtanulnom. Ezt is akartam kérdezni, hogy akkor bátorítod esetleg azokat az embereket, akik mondjuk nem ilyen területről, elárulhatjuk azt, hogy én gazdasági szakember vagy, tehát abszolút más területről érkeztél, mégis most már több embernek mondhatjuk azt, hogy az életvezetési tanácsadója lettél, ha valami problémája van, kérdése van, vitaminpótlás szeretne a családjában beiktatni, akkor már bátran keresnek meg téged, tehát akkor ez egy megtanulható dolog, és ezeket az információkat fel lehet magára gyűjteni az embernek, de talán ez a legfontosabb, hogy a saját bőrén és a saját maga által a saját családjában szerezzen tapasztalatokat, mint például ez, hogy nálatok is történt. Tehát érdemes, akkor bele lehet ebbe vágni. Mindenképp úgy gondolom. Egyrészt a saját környezetének egy sokkal minőségibb életet tud biztosítani, és én is most már sokkal jobban nyúlok bármilyen termékhez, ami jobbá teszi a környezetem, szűkebb és tágabb környezetemnek az egészségét. Ha már gombanapok, és itt több száz, szinte már 1000 ember megfordul, mi az, amivel titeket leginkább keresnek, mi az, ami felől leginkább érdeklődnek, mi az a probléma, ami szinte mindenkinél megtalálható, és erre próbálnak valamilyen megoldást találni?
Nagyon széles körű az a terület, amivel megkeresnek minket. Érdeklődnek a vitaminok iránt, súlycsökkentés az egy állandó téma. Nagyon közkedveltek a fűszereink, és most többen is megkerestek teafával kapcsolatba, tehát teafa olajjal és krémmel kapcsolatba is, és nagyon örülök neki, amikor már olyanok jönnek oda az asztalhoz, akik már ismerik a terméket, vagy akár tavaly találkoztak velünk, és azt mondták, most volt egy ismerős, aki azt mondta, jaj, bíztam benne, hogy itt lesznek. És annyira örültem neki, hogy tudatosan keresett minket. Tehát akkor vannak olyan vásárlók, akik kifejezetten várják a gombanapokat, hogy itt titeket megkeressenek. Igen, várják, gondolom, a gombanapokat is, tehát a bükszentkereszti rendezvényeket is, és itt már keresnek tudatosan minket. Igen. Hát akkor azt gondolom, hogy szeretettel várjuk az életprogram képviseltében, nevében Judittal együtt ezeket az érdeklődőket, és hát bízom benne, hogy minél többeknek tudunk segíteni, jó tanácsal, tapasztalattal, de talán már az is önmagában egy gyógyító hatása felér, ha valaki kilátogat ide erre a jó levegőre, mozog egy picit, ugye Harsány doktornőt is hallottuk, ez mennyire fontos, és fontos a megelőzés, a prevenció, hiszen a mi munkánknak ez a lényege. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Judit, és gratulálunk az elért eredményeidhez. Köszönöm szépen!